Szeretettel köszöntöm dr. Urbán Andrea fogorvost és dr. Király István urológust. Ők már a múltkori programunkon is vendégeink voltak, akkor a Theta Healingről beszélgettünk, és hát szerintem most is fogjuk ezt érinteni, de Andival szintén nagyon jóban vagyok, meg Istvánnal is, és sokat beszélgettünk nagyon érdekes dolgokról, úgy is mondhatnám, hogy ez úgy tűnik, mintha már nagyon a jövőben járnánk, és mondtam Andinak, hogy meséljen nekünk erről, és ez pedig az intuitív diagnosztika a jövő orvoslásában. Hát szerintem először azért egy-egy szót szóljatok magatokról, mert biztos van olyan, aki nem ismer benneteket, és akkor utána így adogatjuk a mikrofont, jó? Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én itt a Szegedi Tudományi Egyetem urológiai tanszékén dolgozom, urológusként és andrológia tímet vezetem, és hát most hirtelen itt az fogott meg itt a bevezetőben, hogy ugye ez a jövőben mutató, de kicsit az előző előadáshoz csatlakozva talán éppen egy kicsit visszacsatlakozás lenne egy korábbi időszakra, amikor valószínűleg sokkal jobban figyeltünk ezekre a hangokra, és tehát amikor azt mondtuk, hogy látlak téged, volt egy klasszikus mondata az avatárnak, és először, amikor oda ment, akkor csak mint egy helyi szokás és köszöntés használta, majd a mélyebb értelmét is kezdte megérteni. Gergely ugyanerről beszélt valahogy itt az előbb, hogy megvan az a képességünk, hogy gyakorlatilag ránézünk a másikra, és érzések jönnek, ösztönnek, intuíciónak nevezzük, hogy sokan vizsgálták, hogy ez miért van, mi ez, hogy korábbi tudás, amit tanulással szereztünk, vagy egyéb más dolgok. Erről fogunk egy kicsit beszélgetni, azt gondolom, hogy átadom Andinak a szót. Jó napot kívánok, Urbán Andrea vagyok, fogorvos, és érdekes módon indult el ez a folyamat férjemmel, ugyanis a harmadik gyerekemben voltam terhes, amikor jött egy gondolat, hogy a hipnózist ki lehetne próbálni a fogorvoslásban. Láttam egy videófilmet, hipnózisban hozták ki a fogát az illetőnek, másik hölgynek implantáltak, érzéstelenítés nélkül, és érzése volt benne. El is végeztük Istvánnal a tanfolyamokat, egész odáig fejlesztettük, hogy megcsináltuk a nemzetközi hipnózis vizsgát, NGH vizsgát. Majd ez nem volt elég, mert még mindig kutattam, hogy de mégis hogy működnek a dolgok, és tulajdonképpen az egész orvosi egyetem is ezért motivált, hogy megtudjam, hogy hogy működik az emberi szervezet, és aztán rátaláltunk a Theta Healingre, ami tulajdonképpen megadta számomra a végleges választ, ugyanis a Theta Healingnek egy továbbfejlesztett 3 hetes intenzív tanfolyama, egy intuitív anatómia tanfolyam, ahol ezt a képességünket fejlesztettük ki Istvánnal, hogy bejön a páciens, ránézünk, és megmondjuk, hogy mi a probléma, mi a baj, ami nem csak ebből áll, hanem szinte gyógyítjuk is azon a problémákat. Ugyanis minden betegség lelki eredetű, erre már rájöttem én és saját magam, és hogyha a lelki problémákat gyökerét meg tudjuk találni, és fel tudjuk oldani, a hitrendszereket le tudjuk cserélni, akkor azonnali csodás gyógyulásoknak lehetünk szemtanúi. És egy új dimenzió nyílt meg előttünk Istvánnal. Tulajdonképpen szerintem mindenki, aki a terembe ül, biztos vagyok benne, hogy érzett már olyasmit, hogy megérezte a másiknak mi a problémája, vagy a gyerekének mi a problémája, esetleg látta is. És én úgy gondolom, hogy ez mindenkiben megvan, ez az érzés. Viszont, ha ezt lehetne fejleszteni, és esetleg az orvosképzésben a fiataloknak megadni ezt a lehetőséget, hogy az orvosi egyetemen belül kifejleszték intuitív képességeiket, akkor úgy gondolom, egy csodálatos világnak lehetünk a részesei, ahol az orvos, amikor bejön a páciens, nem csak a tanulmányaira, hanem az intuitív képességeire hivatkozva
azonnal meglátná a problémát, és így lerövidülnének a vizsgálati módszerek, és sokszor halljuk, hogy eltelik egy év, mire valakinek a problémáját az orvosok megoldják. Most ez lerövidülhetne egy pillanatra, vagy esetleg sokszor hallottunk olyat, hogy felírja az orvos ezt a gyógyszert, nem hat, következő gyógyszer nem hat, ilyen vizsgálat, olyan vizsgálat. Hogyha ezek a képességek meglennének minden orvostan hallgatóban és orvosban, akkor milyen jó lenne, hogy vizsgálat azonnal célzott lenne, gyógyszer azonnal célzott lenne, a terápia is. Egy csodálatos világot álmodtunk meg, vagy csöppentünk bele, és ezért vagyunk itt most. Azt hiszem, ez nagyon egyedülálló lenne, hogyha egyszer egy orvos egyetemen ezt taníthatnák, és ez bekerülhetne. Nem tudom, ebben a nagy materialista felfogásban ez egyáltalán elképzelhető? Akkor csak a bizonyíték és a kézzelfogható az, ami működik, meg hát persze más is. Igen, azt gondoltuk ki, hogy ezt egy kicsit olyan, oldalvizen vinnénk bele különböző kutatási témákba, hiszen való igaz, hogy az orvostudományban azok az elvek uralkodnak, hogy ami fehéren-feketén igazolható, az van, más nincsen. De hát ezért jó, hogy van ebben némi tapasztalatom, hogy például csak a meddőségi témakört nézem, hogy óriási problémák vannak, tehát én folyamatosan kongatom a vészharangot, és hát rengeteg úgymond kísérlet sort lehet összeállítani. Amiben kicsit oldalvizen, mondjuk egy terápiás lehetőségként vagy a diagnosztikába bevisszük ezt, hogy ilyenek is történnek. Ezt tervezzük, és aztán majd az eredmények beszélnek magukért. Tehát direktbe azt hiszem nagyon merev elutasítás lenne, illetve automatikus megbélyegzéssel jár, és a gyógyszeripar által erősen befolyásolt nyugati orvoslás azonnal hát lendületbe jönne. Úgyhogy ezt okosan, taktikusan a fiatalokra is támaszkodva, akik jönnek föl és esetleg bevonva a tudományos munkába, tapogatózva, ki fogékony erre, és valóban kinél lehet ezt alkalmazni, azt hiszem, hogy ez megoldható, és aztán abban bízunk, hogy ez a folyamat exhalálódik, és gyakorlatilag magáért fog beszélni. Mondjatok már tapasztalatot, mert én azért hallottam, hogy azért ezt elkezdtétek így alkalmazni a saját gyógyító tevékenységetekbe, vagy orvosi tevékenységetekbe. Mondjatok már erről valami saját példát. Szeretném. Hát, most értem, az a hölgy jutott eszembe, akit gyakorlatilag Pestről hívtak bennünket, hogy itt Szegedi a hölgy, és óriási hasi tumort diagnosztizáltak nála. Gyakorlatilag hát nem lehet már az utcára kimenni, már csak azért is, mert egyszerűen elődomborítja, hogy mértékben a hasár, műtétre vár, nőgyógyász, sebész, mindenki össze volt rendelve, és hát nyilván retteg, hogy mi ez a betegség, és ugye nem tudták, mindenféle diagnosztika, ami lehetséges volt, megtörtént, biopsziától kezdve minden, és nem volt diagnózis. És megkértek bennünket, hogy esetleg fölvennénk-e vele a kapcsolatot, megtettük, három gyerkőcöt éppen talán vacsorától felállítottuk, hogy gyorsan leszkenneltük, ez nem kell, hogy ott legyen a paciens mellettünk, és hát különböző impulzusok értek bennünket, feleségem azt látta, azt talán meg beszélsz róla, én nem, valami nyirok pangást említettél, ami teljesen egybevágott azzal, hogy a tumor az nyilván nagy méretű volt, tehát a nyirokkeringést erősen komprimálta, ezért ödémás duzzanatokat okozott a páciensnél. Én azt láttam, hogy ez egy nagy petefészek folyamat, ami egy ilyen kocsonás jelés anyaggal van kitöltve, és ez egy ilyen
borderline, tehát egy ilyen nem rossz indulatú, nem jó indulatú a kettő közötti, de mindenképpen úgy láttam, hogy ez egy ilyenkor a műtét, ez egy 100%-os gyógyulást hoz, csak egy utánkövetést igényel a paciens, és hát végül is ezt a műtét teljes mértékben igazoltat, és utána a születten is, úgyhogy hát ez legalább megnyugtatást tudtunk adni a paciensnek, ez csak egy példa volt. Nem tudom, Andi, neked? Nekem nagyon érdekes eseteim voltak, hogy így mondjam. Először is nem tudom, hogy ez talán jövőbe látás egy kicsit, vagy nem, de telefonon jönnek majdnem mindig a hívások. Vagy esetleg a Facebookon van egy nagyon hasznos kis oldal, ahol egymásnak tudunk segíteni a tudat teremtő erejével, már csak hogy feltétel nélküli szeretetet gondolunk az illető személynek, aki bajban van. Írt egy teljesen vadidegen hölgy, hogy rosszul lett a veje, nem tudják mi a probléma, Amerikába vizsgálgatják, szédül, és egyből azban a pillanatban tudtam, hogy ti a transzisémia esetek az agyban, akkor az erek összehúzódnak és kevés oxigén jut. Le is írtam. Aztán talán eszemültött, hogy jó, oké, én ezt tudom, de ők nem tudják, hogy mi ez. Leírtam utána, megfogalmazva az ő nyelvükön, és képzeljétek el, nem történt semmilyen vizsgálat ez irányba. Majd egy fél év múlva jött egy újabb Facebookos bejegyzés, hogy ismét rosszul lett a veje, kivizsgálják, én akkor már nem szóltam hozzá, mert már akkor megvolt ez az intuíció, és rá pár napra jött az üzenet, hogy megtalálták, és tiája van, kezelik. Ez olyan érdekes volt, de... Milyen jó lett volna ez rögtön az elején. Igen, tudják. Igen. Akkor volt olyan eset, hogy én látom a riboszómát, látom a DNS-t, látom az RNS-t, látom, hogy DNS probléma van, látom, hogy az ATP képződésben elakadások vannak, és azonnal, hogy látom a molekulákat, vagy a sejt alkotó elemeit, jön vele együtt egy érzés, hogy mi lehet a problémája a paciensnek, mi lehet a lelki háttere, és ahogy ezt a kezelések során elkezdjük fejtegetni, például ennél a hölgynél, akinek volt ez a petefészek daganata, a végén kiderült, hogy nagyon szeretett volna a gyereket, és pont majdnem 9 hónaposnak nézett ki, amikor megműtötték. Tehát, hogy minden összefügg mindennel. És ez az érzés ilyenkor, amikor csináljuk ezt az intuitív szkenelést, azonnal jön. Isti például látta, megjelent előtte a hölgy, hogy egy kisgyerek, mintha nyúlna felé. Tehát ő tudta, hogy a probléma a lelkében egy gyerek utáni vágy. Igen, tehát folyamatosan azt láttam, hogy karolja át egy gyermek a combját az anyának, és nem akar elengedni, és elmondta utána a hölgy, hogy neki volt egy megszakított terhesség, amit ő nagyon szeretett volna, de a férfi nem vállalta fel, és hát azóta is bánt ezt. Lehetséges, hogy ezzel volt az egész fizikai betegség aztán összefüggésben. Amit azonban nagyon fontosnak tartok talán megemlíteni, hogy itt ebben az egész dolog, ez nem arról szól, hogy ez orvosok végezhetik. Tehát ez mindenkinek a képessége, és mindannyiunkban benne van egy velünk hozott tudás. Annyi, hogy rengeteg, hogy mondjam, gyakorlat teszi a mestert mindenben. Tehát az, hogy egy orvos esetleg úgy látja, ahogy megtanultuk, annak megfelelő rendszer alapján jelenik meg a DNS esetleg. A legegyszerűbb ember is érzi és meg tudja ezt fogalmazni, hogy mi ez, csak meg kell tanulni a jeleket. Ugyanúgy nekünk is nagyon furcsa, hogy most a fekete szín, a vörös, vagy egy szürkés, egy felhő, egy csillogó dolog. Tehát mindegyiknek más a jelentése. Tehát ez nem egy kizárós dolog, hogy ezt csak orvos képes erre. Másképpen jelenik meg esetleg egy orvosnak, akit erre képeztek ki, kvázi ezt tanultuk, és másképpen jelenik meg ez egy más embernek. Lehet, hogy egy kertész az növényeket fog látni a testbe, és
és annak megfelelő elváltozásokat, de a jelentése ugyanaz lesz. Nagyon köszönöm. Megkérdezem azért, hogy szeretne valaki kérdezni ezzel kapcsolatban. Igen. Igen, ez a Theta Healing, nem tudom, hogy most Nagy Szilvin keresztül, ő Theta Healingnek a magyarországi képviselője, de Theta Healing feltétel nélküli szeretett tanúsítás oldala, de hogyha felveszitek a kapcsolatot, hogy Theta Healing Nagy Szilvi, akkor biztos, hogy el fogsz jutni oda. Szívesen. Terike? Telefonszámot? Persze. Milyeket? Akkor mondom az enyémet, mert a férjem műtőben van majdnem mindig, úgyhogy ott nehezebb elérni. 20-as, 337-es, 11-14. Igen. Ez gyakorlatilag az a technika, ami végeredményben egy idő után az úgy működik, hogy csak szinte rágondol az ember, és abban a pillanatban, abban az állapotban van, hogy képes ezt a megtenni. Egyébként hozzáteszem, ezt egy gyakorlott orvos, amikor bejön a rendelőjébe a paciens, és már amikor egy keddi előtti rendelésen meg kell nézni 80 beteget, akkor van egy, belép a beteg, és már van egy intuíció az embernek, csak azt rutinnak hívják esetleg, hogy na, ez a betegnek ez a problémája. Két szélirányos kérdést teszünk fel, nem a legszerencsésebb, nem azt mondom, hogy ez a legjobb, hiszen nem tudunk épp a beteg lelkével foglalkozni, de ez minden orvosnál kialakul, csak legfeljebb nem így hívjuk, és nyilván csak ez egy tovább, egy teljesen más szinten történik ez a fajta rálátás, talán hiba, lehetőség az kisebb. Ha megengeditek, egy mondatot elmondani, hogy olyan szinten mindenki tudja ezt működtetni, hogy a minap én is ugyanezt tettem. Tehát szoktam beszélgetni családokkal, mert ugye én védőnő vagyok, és leült velem szembe egy anyuka és a gyereke. Konkrétan agyilag még nem tudtam, hogy mi a helyzet, de arról kezdtem el beszélni az én életemben, ami aztán kiderült, hogy pontosan passzol az ő életükhöz, és nyilvánvalóan neki kell meglátni ebbe a rájuk vonatkozó dolgokat, és akkor így megint visszaigazolást nyertem, hogy ezt mindannyian tudjuk. Tehát tudjuk, hogy miről kell beszélni, tudjuk, hogy hova kell nyúlni, csak ezt el kell hinni, és működtetni kell, és így egymást tudjuk gyógyítani tulajdonképpen. Igen, mi csak azt szeretnénk kérni, hogy aki érdeklődik, itt mi nem rendszerekről beszélünk, és kicsit ezt a Theta Healinget én egy kicsit behatároltnak is érzem. Összességében mi egy gondolatiságot képviselünk, amit szeretnénk megvalósítani. Hogyha bárki érdeklődik, szívesen vesszük, hogyha csatlakozik, és szeretnénk kidolgozni valóban egy olyan programot, aminek keretében ezt a modern, vagy inkább úgy mondom, a modern szóltán, meg a mai tudomány számára is talán becsempészhető és elfogadható lehet. Köszönöm, hogy itt lehetünk, és meghallgattunk. Igen, tessék. Szeretnék volna kérdezni, a lélek, a szív együttműködése, az indulataink befolyásolják nem csak a saját, hanem a környezetünknek a létét is, és életét is. Ezt találtam érteni ebből a dologból, tehát nem mindegy, hogy az ember hogyan, milyen indulatokkal megy a másikhoz is, és viselkedik, és hogyan figyel a másikra. Mert a szív is valahol egy érdekes valami, mert sok mindent megérez, amit a nagyon még nem is tud. Én itt tartom. Köszönöm szépen. Köszönöm, egyet legyen szépen, mondom még egyszer. Király István. Király István. Köszönöm. És előd is. Igen, ez természetes, tehát ez így van. Szív nélkül nem tudnánk lenni, létezni.
és nem a fizikai síkon gondoltam fel. Még egyetlen kérdés, mert utána őnekik el kell sajnos menni, még valaki, ha szeretne. Ja, nem, itt csak arra vonatkozott, hogy célirányos kérdések már, amikor csak egyszerűen az csak egy példa volt, hogy az embernek kialakul idővel egy olyan érzés, hogy bejön a páciens, ránéz, és rögtön érzi, hogy milyen irányba kell elindulni a kérdéseivel, és két célirányos kérdéssel már rögtön esetleg ott lehet a probléma magjánál, de ezt csak a példaként említettem. Igen, parancsolj. Igen, mert itt már téta agyhullámba vagyunk, és én észre is vettem, hogy a téta healing kezelések alkalmával sokkal gyorsabban hipnotikus állapotba estek a betegek. És mivel mi tanultuk a hipnózist, mikor a hipnózist csináltuk, körülbelül 2-3 alkalommal tudtam a pácienseket eljuttatni abba a mély mély állapotba, igen, és a téta healingnél én kerülök. Én hozom magamat egy megfelelő technikával téta állapotba, viszont a páciensnek az agyhullámait is valahogy vihettem magammal, nem tudom, mert ő azonnal egy relaxált állapotba kerül. És ebben a relaxált állapotban tudunk eljutni a probléma gyökeréig. Oké, hát akkor köszönöm nektek. Köszönöm szépen. Ne menjetek még csak egy...